Oké. Kedves testvérek, hát ugye az első előadásom, ugye arról volt szó, hogy várjuk Krisztust, különben meg már itt is van, és akkor hogyan várjuk, és mégis akarjuk, hogy Krisztus jöjjön, és növekedjen bennünk, és a Szentlélek által növekszik bennünk Krisztus, és erről beszélgettünk, hogy mit jelent az, adventben várakozni Krisztusra, és megélni a Krisztus növekedést a Szentlélek által. A második előadásom ugye arról szólt a dolog, hogy milyen akadályok lehetnek a mi életünkben, amik megakadályozzák, hogy az élet és növekedés Krisztusban ez valóban beteljesedjen, és hát leginkább egyről beszéltünk, aztán a megbocsátatlanságról és a megbocsátatlanságnak a jeleit vettük sorra, és ezért imádkoztunk, hogy ez teljesen eltűnjön az életünkből, hogy valóban Krisztus növekedessen, és hát most már muszáj arról beszélni, hogy mit jelent az élet és a növekedés Krisztusban, ez a harmadik előadás, hiszen maga Jézus is ezt mondta, eljöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És ez egy nagyon jó mondat, nagyon szép mondat, és nagyon szeretjük ezt a mondatot hallani, sőt, tudjuk jól, hogy vannak kivezetten olyan teológiai irányzatok, amelyek az ilyen mondatokat és az ehhez hasonlókat az igehirdetésnek a középpontjában tudják állítani, és azt mondják, hogy ha megtértél, és Isten áldása van rajtad, az abban látszik, hogy áldás alá került a munkán, és akkor előre haladsz, tehát karriert tudsz befutni, hogy elkerülnek a betegségek, hogy rendeződik a család életed, szóval, hogy valamilyen módon áldás alatt van minden körülötted, és ha pedig nem vagy áldás alatt, valami rontás van rajtad, vagy bűnköveti valami, akkor meg ez nincsen, és akkor kudarcba fogod a vállalkozásod, meg beteg leszel, meg tönkre mennek a kapcsolataid, és hát valójában, hogy lehet ebben igazság. Hát egyrészt Isten maga is mondja, hogy az Ószövetségben kivezetten beszél az áldásról, meg az átkokról, és valóban lehet kérni, hogy Isten segíts meg az én vállalkozásom, vagy a családomat, vagy ugye tartunk gyógyító összeérteleket, és kérjük a betegeknek a gyógyulását, és hát gyógyulnak is. Sajnos sokkal kevesebben, mint amit szeretnénk, de hát látszik, hogy van egy pici különbség még Krisztus és közöttünk, de töltöttünk még eléggé Krisztussal, de azért mégis igazolható, hogyha imádkozunk, hogy emberek gyógyuljanak, vagy szabaduljanak, vagy életrendezés történjen, akkor ez megtörténhet. És valóban áldás alá tud kerülni az életünk. Ez egy fontos dolog. Tehát egy lehetséges dolog. Szabad ezért imádkozni, amit Jézus mondott, kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, szörvesetek és ajtót nyitnak nektek. Ez az élet minden területére vonatkozik. Nem csak valami lelki területre, nem csak valami szuperszellemiségre, hanem az élet minden területére vonatkozik. Nincs semmi kivonva belőle. Az egész teremtett világ sóvárogó várja Isten gyermekének a megjelenését, hogy az egész teremtett világ újra áldás alá kerülhessen. Lassít csak le. Igen, és köszönöm. Van egy rendes ember azért, aki szól. Jó van. Bajsos személy. Köszönöm. Na de, ha mégis ez lenne a teljes igazság, hogy azt jelenti az élet és a növekedés Krisztusban, hogy ilyen bővölködő életet élünk, tehát a bővölködésnek a teológiája szerint élünk, hát akkor azt elmondhatjuk, hogy hát az még csak ugyan rendben volt, hogy Krisztus meghalt a keresztfán, mert hát valakinek meg kellett váltani minket, Istennek az áldása, hogy megjelenjen az életünkbe, de mi van Péterrel? Meg mi van Pállal? Meg az első keresztényekkel? Hát akkor Péternek legalábbis egy közmegbecsülésnek örvendő, gazdagodó, a Izrael felső vezetésébe bejutó embernek kellene lennie. Hát ehhez képest ugye Mártír halált halt, fejjel lefelé keresztre feszítve, vagy Pál apostol, ezek csodatevő emberek voltak Isten áldása, igazán ott volt az életükön Péternek, még az árnyékába is kitették a betegeket. Pál Istennek nézték, mert lerázta magáról még a kígyót is, hogy ugye a halálos marást nem ártott neki, szóval döbbenetes dolgokat cselekedtek, őt is lefejezték. Hát ez nem az a karrier, amit így álmodozunk magunknak, amit úgy elképzelünk magunknak, vagy mit szólnak most a szíriai keresztények, őket éppen az iszlamisták egy teljesen hamis antikrisztusi lelkülettel írtanak éppen ki a világból. Mondjuk nekik, hogy nem jól imádkoztatok, mert különben mostan bővölködő életet kell éljetek. Hát lehet, hogy sokkal buzgóbbak. És hát mindenképpen éppen életüket adják Krisztusért. Mert ugye hát időleg élünk a kényelmes szívünkben. Tehát látszik, hogy nem olyan egyszerű ezt eldönteni. Mit is jelent az, hogy élet és növekedés Krisztusban, ez hogyan is értsük a mi életünkben. És beleütközünk abba a nagy paradoxonban, ami Istenre jellemző, és amit tulajdonképpen a keresztényeken kívül nem is ért senki. Mert a zsidó nép is azt a messiást várta, amelyik Izrael királya lesz, és amelyik az egész világban majd Izrael túlrá teszi. És hát lehet, hogy ezt is ilyen majd valamikor a időnk végén erről lehet vitatkozni, de speciál Jézus nem így mutatkozott be. Ugye?
hogy Isten egyszerre mindenható, és közben megölhető. Hogy egy Isten, egyben három személy. Hogy Krisztus tökéletesen Isten, mégis tökéletesen ember. Hogy azt mondja, aki legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen a legkisebb, és mindenki szolgálja. Tehát olyan fajta kettősség jellemzi Istennek az önmegmutatkozását irányunkba, ami hát minket is arra készít, hogy bizony elgondolkozunk azon, hogy akkor hogy is fog megjelenni az én életemben ez az egyszerre mindenható és mégis megölhető Isten. Aki arra hív, hogy legyek a legnagyobb, ugyanakkor ez a legnagyobb egyáltalán nem biztos, hogy úgy fog megtörténni, ahogy én ezt gondolom, hogy hogyan lesz ez így. Már a tanítványok is gondolkoztak ezen, föltették a kérdést, uram, hogy mikor állított helyre Izrael királyságát. Azt mondta neki Jézus, hogy ez nem a ti dolgotok. De majd erőben részesedtek, és elmentek a világ végéig, tanítványok lesztek, és tanítványomat teszitek az egész földet. Nagyon fontos dolog, hogy Isten nem csak átabotában, hanem úgy általában akar megjelenni a világban, hogy jönnek a földrengések, meg majd a napcsoda, meg a nem tudom csoda, és akkor majd meglátszik. Ez lehetséges, Isten tud napcsodát tenni. De úgy tűnik, hogy Istennek az a vágy és az az akarata, hogy rajtunk keresztül mutassa meg az akaratát. Tehát nekünk kell szemünkben növekedni, hogy rajtunk keresztül Isten áldása megjelenjen a világban. Hogy ő mondja, ti vagytok a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város. Ugye, és rajtatok keresztül jön el Isten áldása a világra. Tehát ha növekedni akartok Krisztusban, akkor nektek is személyesen növekedni kell, hogy rajtatok keresztül az egész világ növekedhessék. És Istennek az áldása elérhet minket, és azért imádkozunk, hogy hazánk a szeretet földje legyen, és Magyarország egy békes legyen, és Magyarországon kiáradjon a kegyelem és a Kárpát-medencében címen az egész világra, ez egy lehetséges dolog. Csak ez úgy történhet meg, hogyha ennek mi beállunk a közepébe, és elhisszük ennek a küldetését, és menni akarunk ebben előre, és megküzdjük azt a harcot, amit Krisztus maga is megküzdött, és aminek a győzelmét átadhatja nekünk, hogy ez a győzelem megjelenhessen akár az anyagi körülményeinkben is, a lelki körülményeinkben, az életrendezésben, és mindenképpen megjelenjen úgy az életünkben, hogy a Szentlélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, tisztaság, önfegyelem, Krisztus életnek a kiáradása, a jó cselekedetek. Na nézzük meg, mik lehetnek ennek az akadályai. Az első, a legnagyobb akadály, hogy ez a bővölködő élet, az életnek a bősége, a mi életünknek a részesége legyen, az a hitetlenség. Ha nem tudunk hinni abban, hogy Jézus Krisztus valóban a megváltó, hogy ingyen, kegyelemből oda tudja nekünk adni ezeket az ajándékokat, egy újabb paradoxon, a kegyelem ingyenes, ugyanakkor mégis azt mondja Jézus, hogy keskeny az út, és kevesen járnak azon, ami az életre visz, és széles az út, és sokan mennek, ami a pokolba visz. Jaj, de nem szeretjük ezt hallani, szeretnénk azt mondani, mindenki a mennyországban is nincs is pokol, csak sajnos Jézus nem ezt mondta. Tehát megint egy paradoxon, de ettől még igaz, a kegyelem ingyenes. Befogadod, ingyen a tiéd. Csodálatos. Nem, hitetlenek vagyunk, hogy Jézus elmegy a saját városába. Szóval gondoljunk el bele, hogyha valakinek akarta megmutatni Istennek a szeretetét, ott élt már 20 éve ezek között az emberek, több mint 20 éve. Szerette őket, teljes szívéből szerette. Ott voltak között a barátai, a rokonai. És bemegy, és azt mondja, hogy nem is tehetett ott sok csodát, csak néhány beteget gyógyított meg. Ő maga is csodálkozott az ő hitetlenségben. Azok meg még meg is akarták ölni rá, csak hova tolták. Milyen fájdalmas dolog az, hogy vannak Istennek a kegyelmei, és a mi hitetlenségünk lezárni, nem merjük elhinni, hogy rajtunk keresztül ezek a kegyelmek működhetnek. Nem tudjuk elhinni, hogy a vállalkozásaink előre haladhatnak, hogy a betegeink meggyógyulhatnak, nem merünk beleállni. Ez a természetes szinten is így, ezt a példát már elmondtam biztos, hogy miért van az, hogy a értelmiségi ember kevésbé tud vállalkozó lenni, mint az egyszerűbb lélek. Mert az értelmiségi ember addig agyal azon, hogy mennyi probléma lehet abban, jaj, ez is rosszul sülhetett, az is rosszul sülhetett, lát ezer hibát, és bele se kezd végül. Az egyszerű ember, azért villanyszerelő vagyok, kiváltom, és elindulok. Megyek, csinálom, jön egy probléma, megoldom, megyek tovább, jön a következő probléma, megoldom, megyek tovább, és így szépen megy előre az életbe, és eljut valameddig. Mert legalább természetes szinten munkálkodik az ő hitel. És ha még ezt egy krisztusi lelkületést tudja csinálni, lehet, hogy egy csodálatos vállalkozást épít fel. Egy nagyszerű szakember lesz. Vagy akár a csak gyerekvállalásnál, hogy mennyire nem lehet tudni az emberek abban, hogy ez lehetséges.
Most tettem fel a honlapunkra egy hírt, ezt most így zárjam, ez egy 15 évvel ezelőtti történet, nem tudom, látta valaki most a virtuózok a tévében ment, és akkor 15 éves fiú, és akkor ugye, és kiderült, hogy ez örökbefogadott gyerek. És volt a családnak már három saját gyereke, és 15 évvel ezelőtt ez elmesélt, és egy 15 évvel ezelőtti cikkben benne van, amit feltettem a honlapra, szeretőfőnek.hu, és ez hogy történt, hogy volt már három gyerekünk, és már nem is lehetett több. Mert olyan műtétje volt, hogy azt mondták, hogy hát nem, meg is hallott meg minden. És olyan szép lakszal, hogy le van írva a történet, hogy örökbe fogadnak egy ilyen kis babát, és hogy ez lesz belőle. Hogy tudtak hinni abban, hogy már 40-en túl, meg 50-hez közeledve, meg három gyerek mellett, hogy ők még elfogadhatnak egyet, és ezt szerethetik. És abból még valami szép dolog sülhet ki. És eltelt 15 év. Hát az eredeti anyukája egyáltalán fölismerte, mert hasonlított esetleg az akkori barátjára, akkor rádöbbent, hogy mit veszített abból, hogy akkor ott hagyta a háromnapos csecsemőjét a kórházba. És ez a család pedig mit nyert azzal, hogy merte hitnek fölvállalni ezt a dolgot. Na ezt csak így zárjelbe, igyeztem meg. Tehát a legnagyobbakat is kísérti, minket is, de a legnagyobbakat is kísérti a hitetlenségnek a veszélye. Hogy megrettem. Amikor Mózesék mennek be, hogy bemennek a pusztába, és eltelik másfél év, és akkor hát azt mondja nekik az Isten, hogy küldjetek ki 12 embert ugye a Kánaán földjére, és nézzék meg, és akkor az lesz az a föld, ahol be kell mentek. És kimegy a 12 ember, és visszajönnek a gyerekek. Hát ez tényleg a Kánaán. Hát akkora termés van, hogy a rúdon hozzák vissza a szőlőfürdőt. Akkor a szőlőfürdők vannak, hogy rúdon kell cipelni. Ez valóban a tejjel mézzel folyó Kánaán. Ez Kánaán. Jaj, de aztán hozzáteszik, tehát nagy baj van. Szóval megerősített városok vannak. Meg ott vannak az anák fiai, az óriások. Hát azokat senki nem győzi. Hát ez lehetetlen. És ezek az emberek azok, akik megélték, hogy Egyiptomból úgy hozta ki őket az Isten, hogy 10 csapást bocsánatott a népekre, hogy ketté vált a Vörös-tenger, és a fáraónak a hadai belevesztek, hogy a víz így állt, mint az oszlop, hogy nappal ugye felhő ment előttük, éjszaka meg tűzoszlop, hogy mannába lettek, mindezt megélték, Istennek a csodáját voltak előttük. De amikor azt mondták, hogy ott vannak az anák fiai, jó, akkor nem megyünk, jó, de hogy megyünk, az valami nagy baj történik, megsérülhetek, baj lesz. Ki tudja, mi történik el. És nem mernek elindulni. Ketten vannak összesen a 12-ből, ugye Józsi, meg Kálvai, azt mondják, hogy menjünk be, mert az Isten azt ígérte nekünk. És ezt mondták, azt mondja az Isten, nem mehettek be. 40 évig kell a pusztába bolyongani, mert ez a hitetlen nemzedék nem tudja elfoglalni. Mert nincs hozzá ereje, nincs hozzá hite, nincs hozzá bátorsága, hogy elinduljon. Külön tragédia, hogy ezek után aztán van egy társaság, amik azt mondja, hogy jaj, hibát követtünk el, akkor mégis megyünk. Mondja nekik Mózes, hogy már nem menjetek, mert már elmúlt az idő, elmúlt a lehetőség. De ők bemennek, és bemennek, és ott is lesznek. Ja. Hogy hányszor történhetett meg már a mi életünkben, vagy az egyházunk életében, vagy a világ életében, hogy ott volt egy nagy kegyelem előtt, és nem tudta megragadni. Hogy micsoda csapás Izraelnek, aki már a évszakokon keresztül a messiás, amikor megjelenik, hogy nem látja. És amit Jézus megmond, hogy összeomlik a templom, és nem kellett volna, hogy így történjen. Nem kellett volna. Nem ezt volt Istennek az akarata. Isten mindenki, vagy Jézus Krisztus mindenképpen keresztre feszítették volna. Nem úgy szükségszerű, hogy a zsidó nép legyen az, aki ezt keresztre feszíti. Lehetek volna Istennek az emberei, a hirdőkei. A keresztény meg a zsidó nép lehet most egy. Nem így történt. De nem lehet őket hibáztatni, mert lehet, hogy mi is keresztre feszítettük volna, meg a saját életünkben is minden bűnnel ezt megtesszük, hogy keresztre feszítjük. Tehát nem akarok hibáztatni senkit, csak azt mondom, hogy micsoda lehetőséget hagyunk ki az életünkből a hitetlenség miatt. Csak Mózes, aki hát mégiscsak Isten barátjának nevezték. Szóval azt mondja az Ószövetség, hogy soha senkivel nem beszélt úgy az Isten, mint Mózessel. Soha senkivel. Amikor bement a sátorba, a Szent Sátor, és kijött, akkor azt kérdezi, hogy takart el az arcodat egy vászon, annyira ragyog, hogy nem tudunk belenézni. Istennek a dicsősége, meg a fensége úgy ragyogott rajta. Ugye? Hogy micsoda tapasztalatai voltak ennek az embernek Istennel. És azt mondja neki, hogy egyszer, amikor megint zugolódik a nép, hogy menjél ki, szólj a sziklának, hogy jöjjön belőle a víz, és akkor jönni fog a víz. És Mózes kimegy, a botjával rácsap,
és azt mondja, fakadjon víz belőle, és fakad a víz. Azt mondja Isten, mivel ezt tettem, nem mehetsz be az ígéret földjére. Micsoda? Ott a víz. Miért nem mehetek be? A Mózes, aki mindent megtett, aki 40 éven keresztül elviselt ennek a népnek minden nyűjét, aki volt bátorsága visszamenni a fáró elé, azért ez nem kis történet. Ha gondolj bele, természetesen csak úgy a püspököd elé, pedig azért picit kisebb, mint a fáró. Hogy a polgármester beroptoztam, most mondjuk, de figyelj polgármester, ezt már nem lehet így csinálni. Hát, össze kéne szedni a bátorságot. És Mózes megcsinálja. És mégis ott hitetlenné válik. Miért? Mert Isten nem azt mondta neki, hogy fogad a botodat. Volt ilyen is régebben. De Isten egy újabb kegyelemre akarja emelni Mózest, hogy megértsen Mózes, hogy nem kellenek eszközök. De Mózes kapaszkodik a botjában. Neki kell a bot. A bot az ő támasza. A bot az ő csodafegyvere. A bot az, amelyikkel eddig tette a csodákat. A bottal csapott rá a vízre, a bottal csapott rá a sziklára, a bot az kell. És te pedig nem akarja. Azt mondja, szóljál neki. Azt csinálunk, hogy az igerejével való gyógyítás. Jézus nevében parancsolunk a rám, és akkor elmegy. Amikor elmegy. De megtörténik, ugye. Láttuk mi is ilyen dolgokat. Lehet látni videókon is. Ez egy lehetséges dolog. Hát ugye Jézus Krisztus maga az élőig azt mondja a Szentlélek, hogy elküldöm az én szavamat, és vissza nem tér hozzám, addig, míg meg nem cselekszi az én akaratomat. És eljött Jézus Krisztus a tökéletes ige, és megtett mindent, amit az Isten akart, és tökéletesen beteljesített az Istennek az akaratát. És amikor mi Isten szavát szóljuk, Isten megjelenik azokban a szavakban, és ugyanígy cselekszik. És Mózes előtt ott állt a lehetőség, hogy megmutassa, hogy Istennek nincsen szüksége semmire. De ezt már nem tudta meglépni. És ha belegondolsz, hogy nekünk hány ilyen magunkon van, amik nélkül nem megy a dolog. De szükségünk van. Mert azt nekünk csinálni kell, mert azt nekünk, abban nekünk támaszkodni kell, abban nekünk kapaszkodni kell. És ha az nincsen, akkor inkább nem fogunk bele. Nem tudom, legalább valami anyagi biztosíték, vagy a haverok, vagy legalább valami biztosítás, vagy valaki minket ebbe hívjon bele. Nem tudom, csomó minden. Elgondolni se tudom, saját életemben látok néhány ilyen bankot, nem is akarom elérni őket, az igazság, de lehetséges, hogy Isten elég, ha nem tudjuk elengedni, akkor Istennek ez az élete, ez a kegyelemmel teljes, a Szentlélek bőségből fakadó élete nem tud teljességével megmutatkozni, mert elakad bennünk valahogy. Kedves testvérek, az a helyzet, hogy az Isten, amikor hív téged és elindulsz egy úton, akkor előbb-utóbb ilyen próba elé állít. Ezeket a próbák van, hogyha nem tudunk tovább lépni, akkor ott rekedünk. És azt mondja, hogy Isten, hogy kicsiben hű, az a nagyban is hű. Kicsiben hű vagy, Isten tovább akar emelni, és akkor azt mondja, jó, akkor lépjél tovább, akkor lépj meg ezt a lépést. És sokszor nincs bátorságom meglépni ezt a lépést. Mindenki a saját szemében ezt el tudja gondolni, meg még tudja nézni, de hát ezek, amiket előbb elmondtam, hogy Mózesnél is a többé, ezek próbák is küzdenek. Hogy képesek vagyunk-e ezeket a próbákat meglépni, tudunk-e ebben lenni. A hitetlenség hihetetlenül nagy károkat fog okozni, mert a hitetlenség az megerősíti a negatív tulajdonságainkat. Az irigységet, az uralomvágyat, a pénzsorvását, egy csomó mindent meg tud bennünk erősíteni, ami a hit helyett szükséges. A hitetlenséget önigazoltá tud tenni, az eszünkbe akarunk kapaszkodni, a pozíciónkba akarunk kapaszkodni, rettenetes károkat tud okozni. Istennek csodálatos művei mehetnek tönkre abban, hogy a hitetlen emberek akadályt állítanak. Ezt szoktam mondani, hogy ha Istennek fellobban való valami kis tüze, rögtön jönnek az önkéntes tűzoltók, hogy eloltsák azt. És időnként nagyon jól munkát éreznek. És képzeljétek el, amikor a Pió atyát, aki hát mégiscsak egy stigmatizált szerzetes volt, bent egy szerzetes közösségbe, nyújt a gyóntató fülkébe, mindig szerzetesek vették körül. És ugye inkvizíciós eljárást indítottak ellen, és az egyik vádpont az a tisztátalan kapcsolat, hogy a nőkkel. Egy kapucinus szerzetesnek, aki benn él a szerzetes közösségben, és akkor ezt mondják rá. Azért, mert a levelezett emberekkel, és ha hát ez Isten szeretete volt benne, és olyan szavakkal tudott írni ezeknek az asszonyoknak, hogy azok tényleg ilyen szerelmes szavak voltak.
nem félreérthető, értek, nem testiség vagy valami, de mégis szerető szavak voltak. Meg hát oda mentek hozzá a nők, ugye. Sokszor a nőknek három napig is sorba várni kellett, hogy oldató függőben, mert a férfiakat előre engedtem, mert azokat nagyvadnak láttam, mert a férfiak azok magacsakak voltak. Ezek a nők, ezek soha, volt egy rajongó tábora, hogy melyik papnak nincsen, nézzétek meg, amelyik jó pap, az előbb-utóbb ott lesznek a nők körülöttem, mert a nők azok érzelmesebb szívűek. A férfiak azok okoskodnak. A nő az a szíve után megy, és megérzi, hogy ott van valami szeretet, ott van valami Isten, akkor oda szokban. Nem véletlen, hogy több a női szeretes, mint a férfi. Ezért van, mert a nők fogékonyabbak a szeretetnek erre az érzelmi dinamikájára. És akkor Pivatyát 10 évre bezárják. És 10 évre eltiltják a gyógytatástól, és bezárják, és nem levelezhet, és semmi. És Pivatya ezt engedelmesen elfogadja. Többenetes. És mondja, hogy milyen szép dolog ez. És az engedelmeségnek milyen nagy példás, mennyire. És ez igaz. Ez igaz. És bárcsak mi is ilyen engedelmesek tudnánk lenni. Mondja a feleségem, hogy vidd ki a szemetet. Igen, drága. És már vissza. És egész addig vissza, amíg valamely gyerekem meg nem sajnál, mert most már kiviszem helyettet. Hát ez még nem fordult elő. De az az igazság, hogy én sem vagyok a nagyon lelkes, ebben a szemét kiégésben vagy a tűnéletben. De hát ez mi ez ahhoz képest, hogy 10 évre bezárnak? És ez szint dolog. Mert hadd kérdezzem meg, hogy azt kimérte fel, hogy milyen kárt okozott az, hogy a Pivatya 10 éven keresztül nem beszélt, nem szólhatott ezekkel az emberekkel, nem gyóntathatott. Ki kéri számon azoktól az emberektől, akik őt megrágalmazták irigységből, rossz indulatból, féltékenységből, hitetlenségből, mert nem tudták elhinni, hogy ott lehet a stigma, az első pap, aki stigma van. Ajaj, mit szól ez a püspök? Szegény püspök, bátor, pedig a Jóisten áldja meg őket, biztos, hogy a 99,9% hirdető rendes és buzgó ember magasan előttem van. Csak hát ki fricskázzunk hát a főnökeinket, nem? De azt mondta, hogy nem fricskázva az ember, nekem tudnak is. Hát a főnökeket azonnak lehet. Hogy milyen kár tud okozni. Mi lett volna, hogyha ez az ember akkor is szabadon munkálkodhat? Lehet, hogy Olaszország részvétel a két háborúban másképp alakul. Nem lehet tudni. Ez már csak spekuláció. A fontos az, hogy mi ne ilyenek legyünk, hanem teljes szívünkből merjük hinni, hogy igen, Uram, te ebben az adventben is meg akarsz engem ajándékozni. De ebben az adventben is közelebb akarsz jönni hozzám. A krisztusi lelkületet akarod bennem kialakítani és kiépíteni, és jöjj, és tedd meg! És nagyon fontos dolog, hogy erre helyesen gondolkozom, hogy az egyik dolog, hogy nem Krisztussal akarok élni, hanem Krisztusért akarok élni. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon sokan akarnak Krisztussal élni, és kevesebben akarnak Krisztusért élni. Krisztussal élni, ez nagyon egy jó, szép dolog. Bennünk az autóban, ott ül Jézus a anyósülésen, Uram, mondjad, merre menjünk, én majd vezetek, te mondod, és még lehet, hogy megyek is arra, mert Jézus mondja, de azért az én kezemben van, azért én dönthetek. Azért én mondom meg, hogy érthető dolog ez, hát személyiségek vagyunk, van egy központunk, értjük a dolgot, akarunk errefelé menni. Igen, majd én vezetek. Bocsáss meg, Uram, az nem jó, arra kerülő. Lehet, hogy Jézus tudná, hogy arra, mert te viszont meg útlezárás van, és dugó van, de én tudom, hogy arra a rövidebb dugót, és egészen addig, amíg elmérek a Zsák utcán, nem hiszem el Jézusnak, és tettem egy fölösleges utat, esetleg Isten tudja hány évig, mentem körbe karikába. De Jézussal élek, templomba járok, imádkozom, Jézussal élek. Jézusért élni, hogy átengedem, hogy azt mondom, Uram, akkor te vagy az életem, Uram, a te tanácsaid szerint akarok élni, az időmet, a pénzemet, a tehetségemet, a te rendelkezésedre bocsátom, és egyéb úgy, hogy te akarod. És ebben már hát az engedelmességben az ilyen dolgok is belejátszanak sajnos. De ez nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy nem pusztán Jézussal, hanem Jézusért akarok élni. Ez nagyon fontos. A másik pedig, hogy én szépen leírtam, és nem is eszembe, hogy nem keresztény karriert akarok befutni, hanem a krisztusi életet szeretnék élni. Ugye az előbb a bővölködő élet, az a keresztény karriernek a szép képe. Krisztussal ők együtt, és befutok egy keresztény karrier, és megyek előre, és már 10 000-en vannak a gyülekezetemben. Már mindenki fizeti a tizedet, már óvodákat építek, meg nem tudom, szép dolog, nem vitatom.
Majd jóisten elszámol mindenki, hogy hova tettél a pénzt, mit csináltál vele. Lehetséges. De a Krisztus, tehát a keresztény karrier és a Krisztus élet között van némi különbség. Ugye a Krisztusi karrier, a keresztény karrier gondolkozás, az mindig teljesítmény központú. Az mindig tele van programokkal, mindig tele van, mindig menni akar, és ebből következőleg mindig tele van frusztrációval is. És sokszor a karrier mögött elmarad a szeretet. Elmarad a személyes kapcsolat. Ugye ahogy, hát Jézus nem meg a gyülekezetet alapított, hanem volt neki 12 tanítvány, aztán persze volt még a 70-ek, meg volt még a 400-ak, meg időnként ott voltak körülötte 5000-en is, ugye már személyes kapcsolat ő sem volt már ezekkel, akart szólni hozzá, hogy természetesen, de azért azt a szűk kört, amelyikkel megélhette a szeretetnek a közösségét, azt nem adta föl semmiért, meg semmilyen módon. Tehát ez az elfáradás, ez a frusztráció, ez az elcsüggedés, ez sokszor jelentkezik ebben a keresztény karrierben, és az egész megfertőződik ilyen világi ambíciókkal, hogy tudod, hogy én akarok nagy lenni, meg akarom mutatni, hogy én vagyok a nagy evangelizátor, és szép dolog ez evangelizálni, tehát nincs ennyi baj. Csak mégis az egész valahogy eltolódik ebbe a egy kicsit ilyen önközpontú irányba. És ehhez képest ugye a Krisztus központú éle az egy szeretet központú éle, az egy személy központú, nem feladat központú, hanem személy központú éle. Ugye nem tudok most itt jobb példát mondani, nyilván Török Bálinton itt vagyunk, mint a szeretetlen kápolna és a Erzsébet asszony. Ugye Erzsébet néni ez, amikor 61-62-ben szól Jézus, meg a szűzanya, elkezdte ki mondani dolgokat, tehát olyan dolgokat mond, hogy elképzelhetetlen. Alig felfoghatatlanak. Azt mondja neki a szűzanya, hogy ilyen nagy megmozdulás nem történt még részemről, mióta az ige testéről, mint az én szeplőtelen szívem szeretett lángjának kiáltás, és ezt veled kezdtem el. És ott van egy néhány elemét elvégzett asszony, aki vasgyári munkát végez, neveli a hadgyerekét, egy kis lupa, 1962-ben az 56-os forradalom után nem sokkal, amikor éppen csak kezdődik valami olvadás, papok szeretesek sehol meg, és akkor ő ilyet mond, hát ki tudja ezt elhinni. Nem olyan egyszerű dolog ez. És kaphoz egy olyan életvitelt, hogy akkor hogy te ízed lenni az életed, meg kenyéren és ízen bőtő, egy nagyon kemény élet fog. Ott van akinek a kísértése, minden a püspöknek, meg a lelkivezetőknek, az elutasítja, elküldik pszichiáterre, hogy kivizsgálják, mert biztos megbalondul. Hát nem akármilyen nehézségeket keresztül menni, éppen azért, mert hogy neki a testében és az életében kellett először győznie azok fölött a kísérletések fölött, ami az egész mozgalmat aztán érheti. Mint hogy Jézus Krisztus is személyében győzött, hát ugye a megváltás egész művében, és ugye ő belőle fakad ez a győzelem is, de azért ezt meg kell harcolni, ugye az ingyen kegyelem nagyon drága, és mégis végig kell szenvedni, és Erzsébetnek ezt meg kell szenvednie. És közben olyan ígéreteket, hogy az egész világon el fog terjedni. 1962. Elmondtam ezt a történetet, ez egyik kedves történetem, 1970-ben azt mondja neki Jézus, hogy vedd a szeretetlábú üzenetet, és menj ki Rómába, és adod a 50 bíborosnak. Hát útlevél sincs, hogy menjünk ki Rómába, nem is tudok más nyelven. És elmegy a lelkvezetőjéhez, aki ugye mivel nem békepap, neki sincsen semmilyen útlevele, meg semmi, és akkor elmondja neki, hogy hát, úgy érzi, azt mondta Jézus, hogy ezt ki kell menni Rómába, és oda kell adni az 50 bíborosnak. Elkezdődik meg azt mondja, hogy hát kedves Erzsébet, akkor elmegyünk, kérünk útlevelet, azt adnám, akkor megyünk. Egyikük sem hiszi, hogy ez igazából megtörténik, de nem mondják azt, hogy jaj, akkor nem megyünk, hogy jaj, mint a sárga. Aki más mondja, hát elmennek szépen útlevelet kérni, és megkapják. És akkor szépen elindulnak. És kimennek Rómába, és az 50 bíborosból 49-nek oda is tudják adni, az 50-nek a magyar lékai bíborosnak nem tudják oda, de kint van, és a portán tudják letenni, mert éppen valahol máshol van. Mennyire jellemző dolog, hogy pont a magyarnak nem sikerül odaadni, ugye ez tipikus példa, ahogy mondjuk egész világon elterjedt, amikor végül a magyar egyház hajlandó elfogadni a szeretett lángot, de azt sem úgy, hogy azt mondják, hogy akkor elfogadjuk a szeretett lángot, hanem a Latin Amerikában elfogadott szabályzatot és valamit, az Erdő Péter megengedi, hogy az egyház megyében akkor ezek alapján lehessen gyakorolni ezt a lelkiséget, ami ugye nem ugyanaz a történet. Tehát ugye már nem lehet megbúzni, hanem kikerülni, mert ha az Erdő Péternek nem fogadja el, akkor már viszik Rómában, mert
három földrészen eltérő, tudósok elfogadták, már nem kell az illetékes országnak bivaste, vagy püspökének a jóhagyása, és hát ez nyilván az olyan presztízs veszteség benne, hogy valami, amit már nem akarnak meglépni. Most hát nem tudom, már bele sem megyek ebbe, ez magos politika. De hát lényeg a lényegben, hogy ez történik. És ez nem lett volna lehetséges, hogyha Erzsébet asszony nem vállalja ezt az abszolút személyi központú, Krisztussal való személyi központú, az éjszakai vérasztásokkal, szentségimádásokkal teli, és a körülötte lévő emberekkel való szeretett központú élet. Ami nagyon szép, azt jelenti, hogy akkor jaj, mindenkit sivakartott. Nem, ez egy kemény akaratú ember volt. Nem is ment volna másképp. Tehát egy ilyen kis, de szerető mindenki, de egy ilyen ember, hát az első falevél elsodortnak, beteszik a sarokba, ott marad jóban. Ez egy akaratos asszony volt. Hát szigorúan nevelte a gyerekeit is. Kész. De végig csinált ezt a dolgot, de az biztos, hogy fölnevelte a gyerekeit, amikor az egyik fián meghalt a feleség, a menye, akkor még felnevelt az unokáit is. Közben csinálta a közösségekkel kapcsolatos dolgot, ugye pénz meg minden meg akármi nélkül, ugye az ellenszélben. Ez kellett kitartás, ez kellett küzdelme, ez kellett szeretet. De meg is lett az eredménye. És minket arra hív az Isten, hogy ezt a harcot harcoljuk végig. Isten azt mondja, hogy igen, én jövök hozzátok. Én már itt vagyok, de jövök. Meg ez a kettősség. Egyszerre itt vagyok, és jövök is. Ugye az Isten paradoxon. Isten itt van velünk, örökre köztünk maradt, és mégis egyre közeledik. Ez a közeledés, ez azt jelenti, hogy felerősítettem a kísértések is, mert a gonosztérünk be akarja akadályozni, hogy valahogy akadályt bőrítsen a kegyelem útjába, de felerősítik a kegyelem is. Ahogy mondja a Szentírás, hogy minél nagyobb a bűn, annál inkább tovább a kegyelem. És arra biztatlak benneteket, hogy bátran mondjátok, hogy igen, én ezt a kegyelmet akarom. És akármi az ára, én ezt akarom. Mert az emberhez egyetlen méltó élet, ez a Krisztusi élet. A Krisztus központját, és azt akarom mondani, hogy jöjj el az én életembe. Jöjj el az én minden porcikámban, minden érzelmemben, minden vágyamban, minden tettemben. Jöjj el! Mert ha nem jössz el, akkor több kudarc az egész. De ha eljössz, akkor nem tudok megszabadulni a szeretetnek a vonzásától. Összeveszem a feleségemmel, és nem bírom ki, hogy ne béküljek ki vele, mert szenvedek, hogyha nem vagyok vele kibékülve. Éppen mostanában értem meg ezt, azért egészen friss az élményem. Nem azért, mint hogyha nem gondoltam volna, hogy nekem van igazam. Mert nekem van igazam. Csak nem bírtam ki, hogy ne legyek szeretve, és hogy ne szerethessen. Hát a Krisztus bennem szeretni akar. És milyen csodálatos dolog, hogy az Isten átsegít minket. És hány kapcsolat, Istenem, éppen ma reggel beszéltem valakivel, tudjátok, néhány évig volt együtt a fiú meg a lány, két gyerek. Mert az egyik Erdélybe akart kirándulni, a másik meg moziba akart menni. Az egyik beszélgetni akart a másik. És nem haragszódnak ők egymással, csak már nem élnek együtt. Ugye? Egy kicsivel több Krisztus. És már a megértés meg lett volna közül. Egy kicsivel több Krisztus, hogy most moziba megyünk meg, vagy üljünk ott, beszéljünk meg. És csodálatos életet élhetünk meg. De amikor nincs ott a szeretet, nincs ott a Krisztus, akkor ezek elkezdenek tönkre. Mérhetetlenül szükségünk van, tehát az országnak mérhetetlenül szüksége van Krisztusra, hogy egyben maradjon. Ha egyben maradjon, akkor ő megszíteség. Jó, úgyhogy szeretnének kérni benneteket, drága testvérek, hogy imádkozzunk ezért, hogy jöjj el, Uram Jézus, Maranata, jöjj el, Uram, Te vagy a megoldás, Te vagy a megoldás. Akár jöjj el, most mint az utolsó ítéletbe, de ha most még nem akarsz így eljönni, nem sírgetünk ebben a dologban, hát még az unokáinkat is láthatjuk, tehát akkor jöjj el abban a lelki valóságban a Szentlélek által, amire képesek vagyunk szeretni, és örülni, és élvezni az életet, és beteljesíteni ezt az életünk van, és bőségben van. Na drága testvérek, most már remélem annyira felbuzdítottalak benneteket, hogy alig várjátok, hogy valami tegyetek Krisztusért, úgyhogy szeretném mondani, úgyhogy lesz a ima nap hazánkért, január 18-án, rögtön lecsapom a napján, és ugye itt van ez a bizonyos lap. Úgyhogy arra szeretnék kérni benneteket, hogy kérlek, vigyetek belőle, de ne csak magatoknak, hanem vigyetek a templomotokba. Vigyetek Pesten, amelyre csak jártok a templomokba, kérjétek meg a rokon barát is, hogy vigyél el,
hogy január 18-án az egész ország imádkozzon az ánkért. Hogy ez a sok ima hatására a kegyelem úgy tudjon kiáradni, hogy egyszer csak megjelenjen az embereknek az életben Krisztus is. Elkezdenek jót gondolni, jó feltételeket tenni, a parlament jó törvényeket hozza, mert kegyelem átveszi az irányítást, mégis akarnak elválni a párok, mégis akarják megtartani a gyerekeket, mégis akarnak kiengesztelődni, mégis akarnak imádkozni. Jó? Hoztam bőven, hogy elfogynám, akkor van még belőle. Kérlek, hogy buzgókodjatok ebbe, mert szükség van a ti segítségetekre, ne felejtjetek el, rajtunk keresztül akar Krisztus cselekedni, és ez szükség van a ti segítségetekre is. Jó? Köszönöm szépen, hogy meghallottam. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!